Azt tartja a mondás, legnagyobb kincs az egészség, ezért vigyáznunk kell rá. De ez nem mindig könnyű. Ezért készült el a 21 nő az egészségügyért alapítvány tagjainak gondozásában az a kötet, amely 21 iskolai egészségfejlesztő programot ismertet. Célunk olyan új, játszva könnyen elsajátítható egészségfejlesztő modellek bemutatása, amelyekben a diákok és családtagjai kedvet kapnak az egészséges életmódhoz. A 21. századi iskolák szerepe megváltozott. A tananyagnak egyre inkább része minden, ami az egészségről és a prevencióról szól. A most bemutatott pedagógusok kiemelt figyelmet érdemelnek, mert ők azok az úttörők, akik hisznek abban, hogy sokat tehetnek diákjaik egészségműveltségéért, az egészséges életmód népszerűsítéséért. Az ország különböző iskola típusaiban gyakorlataikat, egészségfejlesztő programjaikat sikerrel csinálják, ezzel utat mutatnak. Át lehet venni, lehet belőlük ihletet meríteni, vagy újabb ötleteket kitalálni. Mit is kívánhatnánk? Használják egészséggel. Soponya Székesfehérvártól 25 kilométerre helyezkedik el Fejér megyében. Iskolánkban 150 kisgyermek tanul, és hosszú évek óta fő feladatunknak tekintjük az egészséges életmódra nevelést. 2011-ben kollégáimmal együtt kidolgoztuk az egészséges életmódra nevelés programját, és ezt a mindennapjainkba igyekszünk beépíteni. A program neve Környezetünk és egészségünk, ez a címe a programnak, és minden évben más téma köré csoportosítjuk ezeket a programokat. Természetesen az egész tantestület, hiszen úgy gondolom, egy innovatív tantestület vagyunk, viszont van jó néhány kollégám, aki még inkább kiveszi a részét a munkából. Én be is mutatnám őket, ha lehetséges. Molnárné Strojeber Zsuzsanna, igazgató helyettes kolléganő, ő is részt vett az innováció kidolgozásában. Ő évszakonként túrára viszi a gyerekeket, hogy a mozgást még jobban megszeressék a tanulók, illetve van egy kiváló közlekedési szakkörünk, melyet ő vezet, és örömmel mondanám, hogy országos eredményekkel, országos helyezésekkel rendelkezünk. Szeretném bemutatni Kajári Henrietta kolléganőmet. Ő a Vöröskeresztes tanári elnökünk, illetve ökoiskolai vezetőnk. Iskolánk jó néhány éve már ökoiskolaként is működik, illetve a Vöröskereszt bázisiskolája. Van elsősegélynyújtó szakkörünk, melynek keretén belül a gyerekek szintén nagyon sokat tesznek azért, hogy egészségesebben éljenek. Illetve ökoiskolaként szintén számos olyan programon vesznek részt, amely elősegíti, hogy egészségesebbek legyenek. Továbbá szeretném bemutatni Csányi Tiborné kolléganőmet. Ő a Diák Önkormányzat vezetője, a szabadidős tevékenységek szervezésében segíti az intézmény munkáját. Sportprogramok, egyéb más programok szerepelnek, amelyek szintén az egészséget szolgálják. Soponyán közel 2000 ember él, és mindannyian igyekszünk, illetve törekedünk arra, hogy minél egészségesebben éljünk. Úgy gondolom, hogy iskolánk is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy településünk Fejér megyében egyedül elnyerte a humanitárius település címet, és ezt már másodszor is megkaptuk. A Vöröskereszt bázis iskolájaként rengeteg véradást szervezünk, felvilágosító előadásokat tartunk, nem csak a gyerekek körében, a gyerekeknek, hanem természetesen a felnőtteknek is, sőt a gyerekeknek tartott programokra nagyon sok felnőttet bevonunk. Tehát eljönnek a szülők, nagyszülők és örömmel vesznek részt az egészségvédő programokon. A programoknak köszönhetően egyre inkább ilyen irányba fordultak a faluban lakók. Kidolgoztunk egy olyan tanmenetet, amely az egészséges életmóddal kapcsolatos, és szervesen beépítjük az osztályfőnöki
órákba különböző egészséggel kapcsolatos témaköröket, és ezeket az osztályfőnöki órákon a kollégák feldolgozzák. Tehát egész éven keresztül mindig valamilyen formában előkerül az egészség.